Gábor vagyok, 41 éves férfi, színész, kerámiaipari szakmunkás, vegán, meg hegylakó. Ez így mind. János meg a főnököm. Én egy panel gyerek vagyok, tehát lakótelepen születtem, lakótelepen éltem. Amikor 10 pár évvel ezelőtt szabadúszó lettem, akkor úgy döntöttem, hogy a bázisomat áthelyezem a fővárosból vidékre. Kaposvár mellett egy kis zsákfaluban egy nagyon picike parasztházban éltem 7 évig, és annak a kertje volt az, amelyik így igazándiból így beszippantott, vagy ami így hozta bennem ezt a felismerést, hogy ez egy jó dolog, hogyha az ember úgy él, hogy a természet része tud maradni. És aztán úgy alakult az életem, hogy visszaköltöztem Budapestre 7 évvel ezelőtt, és akkor viszonylag hamar éreztem azután, a 7 év után, hogy nem fog már menni a belvárosban élés sérülések nélkül. És akkor elkezdtem keresni egy B-opciót, akkor még azt gondoltam, hogy az elég lesz, hogyha van egy olyan hely, ami egy ilyen menekülési útvonal, egy ilyen hétvégi ház, ahol el tudom tölteni a szabad időmet. És aztán megtaláltam itt a hegyen ezt a telket, meg ezt a házat, és kiderült, hogy ezt nem lehet félig, hanem ez egy egész embert kíván, meg hogy ez egy akkora szerelem, hogy ezt nem lehet itt hagyni térre, hétvégére, vagy hétköznapra, vagy szóval, hogy itt kell lenni. Ez egy mezőgazdasági terület, és itt a közművek közül egyedül az elektromos áram adott, és minden egyebet, ahhoz, hogy az ember tudjon komfortosan élni, azt úgy kellett megoldani, és akkor adta magát a történet, hogy lehetőleg minden úgy történjen, hogy ez a legzöldebb megoldás. Furattam egy kutat, és hogy ne termeljek szennyvizet, ezért alomszéket használok, komposztóalettet, és éppen ezért nincsen szennyvizem, hanem az itt elhasznált fürdésre, mosásra, mosogatásra elhasznált víz, az egyből visszakerül a körforgásba, az előkertet locsolom vele. A komposztoletnek a halmát pedig elkomposztálom, és az is szintén visszakerül a körforgásba. Ez a hely rákényszerít arra, hogy az ember tudatosabban létezzen. Például itt szembesültem először azzal, hogy mennyi a valós hulladékom, akár a szelektív hulladékot, akár a kommunális hulladékot nézzük, mert hogy itt hetente egyszer viszik el a szemetet, a szelektívet az havonta egyszer, és nagyon kiózanító volt azzal szembesülni, hogy mi az, amit valóban én termelek meg, mint hulladék, mert úgy, hogyha az ember ezt így egy különálló egységként látja, és nem egy kapuajban eleve nagy halomhoz tapasztott masszaként, akkor az nagyon kiózanító tud lenni. És akkor igazándiból itt indul el az, hogy maga a vegánná válásom, meg a növényi étrend, az egy csomó olyan dolgot hozott magával, amire így előre nem gondoltam volna, és hozzá ezt az odafigyelést, meg az empátiát, meg a tudatosságot, ahogy említettem. Az az igazság, hogy mindent lehet nagyon-nagyon egyszerűen csinálni, ugyanakkor mégis hatékonyan, és pont ez, amit említettem, hogy sok évnek kellett eltelnie ahhoz, hogy én magam is változzak. Míg eleinte tényleg az volt a fontos, hogyha mondjuk csak a táplálkozást nézem, hogy az ismert ízek maradjanak, de azok az összetevők, amik mondjuk állati eredetűek, azokat kiváltsa valami. Tehát, hogy ott még így a magyar konyha volt az étkezésemnek a bázisa, csak vegán elemekkel. Aztán ez az egész valahogy úgy átalakult, és ma már ott tartok, hogy szinte, nem tudom, 95%-osan tényleg teljes értékű növényi étrendet folytatok, és pont emiatt is a lehető legegyszerűbb megoldás az, és sok más szempontból is, hogyha az ember csak szinte alapanyagokat vásárol. Tehát, hogy most már félkész készételeket egyáltalán nem fogyasztok, így mondjuk így a hulladék mennyiség is sokkal kevesebb, ami bekerül a házba, vagy a háztartásba. Kosárral járok piacra vásárolni, vagy zöldségeshez kimérős dolgokat veszek leginkább, vagy csomagolásmentes boltokba. Nagyon nagy segítség ebben nyilván az is, hogy az embernek van egy hatalmas nagy kertje, amit még mindig elég mostohán tartok, illetve egy időben nem tartok ott, hogy teljes mértékben ki tudjam
használni vagy aknázni a lehetőségeit, de még így is, mivel ez egy elhanyagolt gyümölcsös volt, amikor rátaláltam, ezek a gyümölcsfák, ezek kampányszerűen ontják a gyümölcsöt. Van olyan év, amikor annyi almám van, hogy nem tudok vele mit kezdeni. Viszonylag hamar rájöttem, hogy itt nem gyep van. Hál' Istennek nem is nagyon vágyom erre a teljesen élére állított rendre, amit így a kertek kapcsán emberek elvárnak például a fűtől. Nálam vadvilágos rét van, mondhatni méhlegelő, a teljesen természetes módon, és éppen ezért arra is ráálltam, hogy csak ott szoktam nyírni a füvet, ahol valóban szükség van a közlekedésre, vagy így a kert szervezés így optikai részéből kifolyólag, de hogy mindig vannak ilyen szabadon hagyott területek, és éppen ezért ott is nő egy csomó gyógynövény, illetve ami mindig van, megbízhatóan az egy csomó fűszernövény, zsája, citromfű, menta, rózsa, egy csomó minden van, ami segít így télen kivekkelni ezt a hűvös időszakot. Nem nagyon lehet ezt így szavakkal elmondani. Mindig olyan furcsa, amikor valaki azt mondja, hogy mert hogy a saját paradicsomnak más az íze. Ez tényleg így van, de hogy a lényegét, azt nehéz megfogalmazni, hogy mitől annyira más. De hogy talán az a kapcsolódás, amit az jelent, hogy az ember télen csinál, vagy ősszel a hidegben egy teát azokból a növényekből, ami egyébként nyáron ebben a kertben virult, az ad egy olyan plusz jelentést, vagy olyan plusz tartalmat annak az innivalónak, amitől az már nem csak egy sima innivaló. Tehát hogy azon túl, hogy meleg, és nem tudom, jótékony hatású növények vannak benne, de egy ilyen plusz kapcsolódási pont. Ezek a levélkék, ezek a szirmok, ezek már mind jártak egyszer a kezembe, és ez olyan jó érzés. És most ez egy ilyen vegyes dolog lesz, ebben van minden, fenyőtű, levendula, zsája, többféle rózsalevél, az illatos rózsaleveleket, azokat mindig szoktam felhasználni, vagy teához kiszárítom őket, vagy kompótokba szoktam még tenni, az alma kompót például rózsaszirommal nagyon-nagyon finom, lesz egy ilyen karácsonyi hangulata. És aztán leforrázom, és annyi minden van, amit lehet gyűjtögetni, akár az erdőben is, vagy így a környéken is, és olyan jó ezeket így újra tanulni. Valahol egy picit talán az a szomorú, hogy ezt így a nagyszüleink még így ösztönösen tudták, vagy megtanulták, és ez jó, hogy nem hagyjuk ezt így feledésbe vészni. Vicces színe lesz majd neki. És nagyon jó illata. Bár eddig nagyon optimista voltam, hogy meg tudjuk előzni ezt a nagy klímaválságot, most már inkább azt gondolom, hogy egy kicsit már talán kicsúsztunk az időből, de még mindig nagyon, nagyon sokat tud számítani, hogyha tömegesen felismerik az emberek azt, hogy nem jó dolog, hogyha felzabáljuk a bolygónkat, és nem marad helyette semmi. Karajos Gábor vagyok, és arra buzdítanék mindenkit, hogy merjen lépni, merjen vállalásokat tenni, és ne keseredjen el akkor, hogyha valami nem működik egyből, vagy valamit nem tud megugrani egyből. Nagyon sokan azért adják föl, mert azt érzik, hogy nem tudnak hatalmas lépéseket tenni, vagy nagy falatokat szakítani ebből az egészből, pedig szerintem minden kis lépés számít, hiszen sokan vagyunk, és ezek összeadódnak. Illetve, hogyha az ember valamit komfortosan végez, akkor nem annyira ijesztő, és így sokkal könnyebb mindig egy kicsit kijebb lépni a biztonsági zónánkból. Úgyhogy hajrá! Hol találkozik a múlt és a jövő? A jelenben. Ne csak figyeljük, legyünk aktív részesei a fejlődésnek. Mert minden lépés egy befektetés is a környezetünkért, a világért. Ne csak legyen, tegyen is a jelenben a jövőért. Raiffeisen Bank a fenntarthatóságért. A jövő időben.